tudják, én úgy érzem, hogy voltak éppen én a sajtóval rég kötöttem egy üzletet. Hogy én elmondom azt, ami ténylegesen van, önök meg cserébe ettől függetlenül leírják, amit akarnak, meg nem írják le, amit nem akarnak, így van? Miért mondom ezt el bevezetőben? Egy általam egyébként mélyen tisztelt újságíró, akivel ugyan soha az életben nem beszéltünk egy szót se, árulja már el nekem, hogy honnan tudja, hogy mikor vagyok vidám, bánatos vagy közömbös. Ezt még a feleségem se találja ki mindig, nem, hogy valaki olyan, akivel életemben nem beszéltem. Én az illető újságírónőt ennek ellenére nem fogják elhinni, nagyon szeretem. Tudják miért? Azért, mert egy kiszámítható, következetes, nyílt ellenség sokkal jobb egy kiszámíthatatlan, bizonytalan barátnál. És szeretném, ha elhinnék, hogy ezt teljesen komolyan mondtam. Ezek után biztos hallották, hogy ma reggel meg Satu fékezett egyet a 3-as metró. Biztos tudta valaki a ördög környezetéből, hogy önökkel fog találkozni. Hadd tegyem hozzá, hogy még mindig jobb, ha valami akkor is fékezik, ha nem kéne, mint ha akkor se fékezne, mikor kéne. Azért lássuk be. De komolyra fordítva a szót, a politikai túlélés, amire nekem már olyan baromi nagy igényem egyébként nincsen egyelőre, indokol egy egészséges paranóját. Nézzék, ha ezt nem játsszák be a televíziók, elmondok egy történetet. Nekem soha nem volt, meg nem is lesz Mercedesem. Most már minden az elektronikára van bízva is. Most már olyan apró hibák, amiktől régen simán továbbment az autó, azt eredményezik, hogy leblokkol az autó, akár az autópálya közepén, azt ott hagyja az embert. Velem vendégként ez megtörtént nemrég Törökországban, csak azért mondom, egy vadonatúj Mercedes-szel, és nem akartam hinni a szememnek, mert valami Pityaner hiba volt, aztán 100 kilométerről kellett küldjenek egy másik kocsit, és addig ott a viszeres lábainkat pihentettük a semmibe, amíg megjött a kiváltó autó. Hát mindig történik valami, igaz? A Rolling Stonesról. Én valóban 1964 óta szeretem a Rolling Stones zenéjét, meg a szemléletét. Na, itt vigyázzunk, mert még valaki a pszichedelikus korszakba téved, és ott már nem azonosak a nézeteink, ha mindenki tudja, miről beszélünk. Nagyon szerettem a Beatles-t is, de a Beatles a lányoknak énekelt. A Rolling Stones a fiúknak énekelt a lányokról, ha értik a különbséget. Na, ezt a gúnyos mosolyt hagyjuk, mert ezt ismerjük 20 éve. Ismerjük, ez a lemez lejárt, uram. Lejárt. Egy darabig vevő volt rá mindenki, aztán pártok megszintek már ilyen mosolytól, tudja? Megsértettem, szerkesztő úr? Figyelek. Ne haragudjon, ha valami olyat mondok, ami bántó, akkor nyugodtan kopincson az orromra. Nyugodtan szíthat is, az se baj. Nem tudok önnek örömet okozni. De nem is arra választottak meg el, hiszi? Ez a probléma velem. Kaptam én olyan levelet magát bevallott a liberálisnak nevező embertől, hogy azért nem fog rám szavazni, mert ronda a fülem. Tudja mit? Ez nem baj. Ahogy nem tetszik mondjuk nekem az ön hajfürtje, ugyanúgy nyugodtan utálhat engem a fülem miatt. Többször benéztem és megmértem a fülemet, egyforma a kettő, de soha nem a szépségemért szerettek. Én ezért nem sértődök meg. Valóban az ember ilyenkor annak van kitéve, hogy akármennyire ismeri a klasszikusokat, úgy az irodalomban, mind a zenében, ha kétszer egymás után ilyet elmond, hogy Rolling Stones meg Rejtő, akkor az én liberális barátaim azt gondolván, hogy ez ma is egy hatékony recept, sorozatban azt fogják írni, hogy na, a Tarlós csak Rejtőt, meg a Rolling Stones-t ismeri. Erre a feleségem korábban rájött, mint én egyébként, de már én is évekkel ezelőtt rájöttem. Ennél az együttesnél az nem úgy van, hogy azt mondom, hogy fölemelem a telefont Magyarországon, mint XY funkcionárius, és akkor a vonal végén fölveszi valaki a telefont, és azt mondja, hogy halló, itt Case Richard, mit parancsol magyar vezető úr?